Érdi Tamástól egy Chopin művet hallhattunk, nem véletlenül, hiszen Chopin estre várja vasárnap a közönségét Veszprémbe. Tamás, én hallgatóként azt gondolom, hogy fantázia és érzelmek nélkül nem lehet Chopint hallgatni. Lehet-e játszani? Hogy kell játszani? Szeretettel köszöntöm a nézőket. Ez a Chopin Nocturne-t, ez az egyik kedvencem, és tényleg nagyon, nagyon szerettem játszani, és ezt játszottam Kocsis Zoltán emlékkoncertjén most a Műpába ráadásnak, és úgy konferáltam föl, hogy ezt az ő emlékére fogom játszani. Mi tegnap előtt? Tegnap előtt volt ez a koncert. Kocsis Zoltánnal is nagyon különös személyes kapcsolata van, amihez Chopin is hozzátartozik természetesen. Nem véletlenül játszotta, gondolom, ezt a művet a koncerten. Hát nem, és hát meg kell mondjam, hogy mind a mai napig nagyon hiányzik, és tényleg felfoghatatlan, hogy nincs többé, mert nagyon sokat köszönhetek neki, és a tanárnő meg Becht Erikát is neki köszönhetem, aki mind a mai napig nagyon sokat segít nekem a koncertekre való felkészülésben. És hát, hogyha meg Kocsis Zoltánt szóba hoztuk, akkor hadd idézzem tőle azt a gondolatot, amit önnel kapcsolatban fogalmazott meg. Tamás, olyat hall, amit mi nem, érzékenységét Chopini mértékkel lehetne mérni. Erre az érzékenységre próbáltam rákérdezni még a beszélgetésünk elején, hogy hogyan kell hozzáállni Chopin zenéjéhez, mint zongoraművész. Tehát hogy érdemes? Sok gyakorlás, és hát a finomságok meg az érzelmek, szóval, és hát ennél nagyobb dicséretet, hogy ő azt mondta, hogy Chopini mértékkel kell mérni, ennél nagyobb dicséretet tényleg nem kaphattam, és mondom, nagyon, még egyszer, hogy nagyon hiányzik. Érdi Tamás 40, ez a címe születésnapi koncertjének, amelyre majd decemberben várja a közönséget kedvenc városában, Balatonfüreden. Miért szereti ennyire Füredet? Hát nagyon sok emlék köt Balatonfüredhez, és nagyon sokszor szoktunk átmenni Füredre, például citromos túrótorta például az egyik nagy kedvencem, és mert ugye sokat szoktunk nyáron ugye hajózni is feleségemmel, Rékával, és hát sokszor át szoktunk menni, és hát ugye a Klassz Aparton Fesztivál is, ami már immáron 5 éves, és tényleg nagyon nagy tömeg van a koncerteken, és mindig kapjuk a leveleket, hogy mikor van a Klassz Aparton, mert az emberek úgy időzítik a szabadságukat, és tényleg egy kicsit kivisztük a koncerttermekből a klasszikus zenét, és azokhoz az emberekhez, akik mondjuk tényleg nem jutnának el mondjuk egy koncertre, mondjuk a Műpába, csak most mondtam valamit, szóval népszerűsítjük. Mi a jó koncerthelyszín mércéje az ön számára? Az emberek mennyisége, a hangzás, mitől lesz valahol jó játszani? Hát, hogy tényleg ebben a világban tényleg kóstoljanak bele, mert ha már tényleg ezt elértem, akkor már nem értem hiába, és hát mondjuk egy szabadtéri koncerten ott van az a zavaró tényező, hogy mondjuk betülköl egy vonat, vagy mondjuk egy hajókürt megszólal, de én mindig erre azt szoktam mondani, hogy én ezekkel nem foglalkozom, én a zenével vagyok, vagy mi a zenével vagyunk, akkor elfoglalva, és mindent kizárunk, tehát ki kell zárni a külvilágot ezeken a koncerteken, tehát a szabadtéri. Szóval ez zavaró, de megoldjuk. A születésnap ünneplése jövőre is folytatódik, ugyanis januárban a szintén 40. születésnapját ünneplő Balogh József zongoraművésszel együtt is közönség elé lép. Hát január 19-én lesz a Műpában, a Fesztivál Színházban barátommal, Balogh Józseffel fogunk négykezeseket játszani, Beethoven és Schubert, és Mozart Ezdur két zongorás versenyművét a budapesti vonosok kíséretével, barátom, szintén barátom, Farkas Róbert vezényletével fogjuk előadni, úgyhogy azt a koncertet is nagyon várom, és várom ezúttal is a nézőket. Addig is terítéken marad Chopin, nem csak itthon, hanem külföldön is, hiszen hamarosan útra kell decemberben Azerbajdzsánba, Bakuba, ahol a bakui operaház zenekarával fog eljátszani egy ön számára szintén nagyon fontos művet. Hát ugyanazt a Chopin Émo zongora versenyt fogom játszani, amit most a Műpába is játszottam Zoli emlékkoncertjén is. Úgy tudom, hogy ez egy szóló koncertnek indult, és aztán valami sokkal nagyobb kerekedett. Nem, aztán végül is a zenekari koncert lett,
és Aliyub Guliyevvel fogjuk előadni az azerbajdzsáni filharmonikusokkal szintén ezt az Émo zongora versenyt, akivel már nyáron a Klasszaparton sorozatban volt alkalmam együtt dolgozni, és nagyon várom vele is a közös munkát ismét és a zenekarral, úgyhogy ezekre készülök most. Mi pedig nagyon szépen köszönjük a csodás muzsikát, jó utat kívánok a nézőknek Veszprémbe vasárnap Érdi Tamás koncertjére, Tamásnak pedig kitartást a sok programhoz. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a meghívást.